Évről évre nő a közfoglalkoztatottak száma, míg 2013-ban havonta 18 ezeren, addig 2015-ben már átlagosan több mint 32 ezeren dolgoztak a különböző programokban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A jelenlegi közfoglalkoztatási program 2015 márciusában kezdődött és idén február végéig tart. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságnál most is magas létszámmal dolgoznak a programban, itt 2100 főt foglalkoztatnak. A téli időszakban a legjellemzőbb munka a cserjeírtás. Természetesen folytatjuk, mondhatnám azt, hogy mint 20 éve mindig most is folytatjuk, mert lehetőséget kapunk rá egyrésztről, másrésztről a feladataink megvannak. Tehát március 1-től folytatás következik, mai ismereteink szerint 2149 fő átlag létszámmal egy éves időtartamban. A feladataink adottak, hasonlóak, mint a korábbi években, tehát nyári időszakban elsősorban kaszálás, erdőápolás, télen pedig cserjétás, hóeltakarítás, műtárgyak karbantartása, magas építmények karbantartása. Feladat tehát van bőven, összességében végül is munkanélküli álláskereső is van, így tehát a két dolog találkozik, a feladat és a lehetőség, úgyhogy folytatjuk. A fetivízi közfoglalkoztatottjai térségünk valamennyi településén dolgoznak, többek között az ártereknél kaszálnak, az erdőket ápolják. A megye egész területén mondhatom azt, hogy minden településen ott vagyunk, hiszen a műveink is megye szerte találhatók, hanem is pontosan a megyében, de mindenütt a legapróbb falvakban is. Tehát az a jellemző, hogy nem városban, ritkán dolgozunk városban, hiszen ott kevés létesítményünk van, inkább a falvakban, illetve hát jellemzően külterületen. Az úgynevezett közfoglalkoztatási mutató két év alatt több mint 3%-kal emelkedett a megyében, a belügyminisztérium legfrissebb, tavaly novemberi adatai alapján ez a szám 7,99%.